Köszöntöm nézőinket, önök a Tolnatáj televízió híradóját látják. Csobán Katics Bernadett vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Egyházi fejlesztések, 15 millió forint állami támogatásból újult meg a dombóvári evangélikus templom. Pályaorientációs kalandőrület, idén is megrendezik a nagy sikerű diákversenyt. Ünnepi készülődés, számos program zajlott a megyében ezüst vasárnap. Születésnap, 55 éves az első Béla gimnázium. Megújult a csaknem 100 esztendeje épült dombóvári evangélikus társegyház temploma. Az épület renoválását 15 millió forint állami támogatásból valósították meg. Az ünnepi istentisztelet alkalmával Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője hangsúlyozta, a templomok felújításával a keresztény közösségeket erősítik meg. A dombóvári evangélikus általános iskola és alapfokú művészeti iskola diákjainak énekétől volt hangos a nemrégiben felújításon átesett evangélikus társegyház temploma. A felújításra Magyarország kormánya biztosított 15 millió forintot, mondta el Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője a hálaadó istentisztelet alkalmával. Az elmúlt időszakban Kárpát-medencében kb. 3000 templomot, egyházi közösségi teret tudtunk felújítani. Ezek közül 200 új templomot sikerült építeni, és az én körzetemben is megújultak a templomok, legyenek ezek akár katolikusok, reformátusok vagy evangélikus templomok. Nemrégiben egy hasonló evangélikus templom felújításának átadásán lehetünk közösen a püspök úrral, mégpedig Kismányokon, és most pedig Dombóváron. A dombóvári evangélikus templom felújítását adhatjuk át ünnepélyes keretek között. A felújítás során megújult a templomtorony tetőszerkezete és homlokzata, továbbá újrafestették az épület külső falait is. Kondor Péter, a déli evangélikus egyházkerület püspöke hangsúlyozta, hogy a nagyobb felújítási munkákat nem tudnák kormányzati segítség nélkül megvalósítani. A helyi gyülekezet, azok, akik a településen születtek, élnek, ott keresztelkedtek, ott nőttek fel, magukénak érzik ezt az épületet, az ő adakozásukból van a tulajdonképpen minden éves karbantartás, amikor egy kicsit alul esetleg meszelni kell, ha felvizesedik, ugye nagyon sok épület küzd Magyarországon ezzel a problémával. Az elmúlt időszakban 3000 templomot és egyházi közösségi teret újítottak fel, és csaknem 200 új templomot szenteltek fel Magyarországon, Kárpátalján, Erdélyben, a Felvidéken és a Délvidéken. 1500-an, az arra jogosultak harmada vette át az első két napon, múlt hét csütörtökön és pénteken karácsonyi ajándékcsomagját a szekszárdi önkormányzattól. Idén 4500 szépkorú regisztrált a programra. Nekik csütörtök reggel 8 és délután 4 óra között, pénteken pedig délután 2-ig lesz lehetőségük elmenni a felajánlásokért a helyi piactér emeletére. Kedden azokat várják, akiknek a vezetékneve K vagy M betűvel kezdődik. A szatyrokba idén nagyjából 6000 forint értékű ajándék került. Sümegi Gábor nyerte a polgármester választást vasárnap Ozorán. A Fidesz-KDNP jelöltje 506 szavazatot gyűjtve az érvényes voksok 56,73%-át szerezte meg. A település korábbi vezetője, a függetlenként induló Nagy Istvánné 279 voksal, a szintén független jelölt Tisler Csaba 12%-os eredménnyel zárt. A település új vezetőjével készült riportunkat kedden mutatjuk be híradónkban. Változik a közvilágítás időtartama Pakson. Többek között ezt szavazta meg a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság az elmúlt ülésükön. 13 témáról tárgyaltak a grémium tagjai. Egyebek mellett a költségvetés alakulásáról és lakbérek módosításáról is született döntés. December 7-én ült össze Paks Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága, a tagokra ezúttal 13 témakör megvitatása várt. A grémium az elsők között a lakások lakbéreinek megállapításáról szóló önkormányzati rendeletet módosította.
Az elmúlt két évben nem volt emelve a bérleti díjak, most ez 20%-os emelést vont maga után. Hát hogyha igazából ezt így lebontjuk évekre, akkor igazából én úgy gondolom, hogy most sem veszélyes a jelenlegi szociális és lakásokra tekintettel. Volt olyan napirendi pont is, ami a takarékosságról szólt. Az energiával való spórolás miatt a bizottság arról is határozott, hogy változik a közvilágítás időtartama a városban. Este 30 perccel később fognak kigyulladni a lámpák, hajnalban pedig 32 perccel előbb fognak kialudni. Ezen alkalmazásoknál van egy-két kivétel, gyalogátkelőhelyek és olyan frekventált pontok, ami a közlekedés szempontjából igen fontosak, tehát ott ez nem lesz igaz. A Jogi Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elfogadta a jövő évre vonatkozó átmeneti költségvetést és a 2023-as költségvetési koncepciót is. A most tárgyalt témakörökről jövő héten Paks képviselőtestülete dönt. Idén is 5 milliárd forintot biztosít a kormány a szociális tűzifa programra, és már megkezdődött a kiszállítás, közölte a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára hétfőn. Dukai Miklós elmondta, hogy a BM minden évben meghirdeti a települési önkormányzatok számára a szociális tűzifa beszerzésére kialakított pályázatot a kormány által biztosított keretösszegben, mely már szeptember óta rendelkezésre áll. Hangsúlyozta, hogy az önkormányzatokon keresztül biztosított kiegészítő támogatási formával a legrászorultabbak krízis helyzetét igyekeznek csökkenteni. Már csak néhány nap, és idén is elrajtol a pályaorientációs kalandőrület. A 3 éve indított nagy sikerű diákverseny célja, hogy minél több fiatal számára váljon népszerűvé a szakképzési rendszer. A csütörtökön 10 órán át tartó megmérettetés szervezésében idén is részt vesz televíziónk. Keresztben. Kartondobozokból várat építeni, ez is az egyik feladat volt tavaly a pályaorientációs kalandőrület során. A 10 órán át tartó versenyt kifejezetten általános iskolás diákcsapatoknak írják ki, idén már 3. alkalommal. A gyerekek reggel 8 órakor online kapják meg az első küldetés leírását, amit aztán teljesíteniük kell és dokumentálni. A csapatok megkapják a technikai hátteret, hogy mivel kell készülni a feladatra, illetve egy előfeladatot kapnak, amit még a játék előtt vissza kell küldeniük. Ez egy bemutatkozó videó, hogy mi is lássuk majd, hogy kikkel játszunk. Vagyis a 8-os diákcsapatok egész nap videók és fotók formájában küldik be az értékelőközpontba a megoldásokat. A pályaorientációs kalandőrület aktuális állásáról már a kezdetek óta egész napon keresztül folyamatosan beszámolunk televíziónk Facebook csatornáján. Sőt, idén már az ahír.hu internetes oldalon is követhetőek lesznek az események. A nem mindennapi diákverseny ötlete a Tolnáért Közhasznú Nonprofit Kft. Ügyvezetőjétől származik. Varga Stadler Gábor azt mondja, a Tolna megyei foglalkoztatási paktum vezetőiként a fő feladatuk a foglalkoztatottság növelése, ehhez pedig elengedhetetlen, hogy minél több fiatalt csábítsanak a megújult szakképzés irányába. Nagyon fontos volt az, hogy a jövőbeni munkaerő biztosítása azáltal, hogy a fiatalok válasszák a szakképzést, olyan pályát válasszanak, amelyek piacképesek és olyan mesterképzésekbe vegyenek részt, amelyek a mai modern világban a cégeknek nagyon fontosak. A pályaorientációs kalandőrületben résztvevő diákcsapatok, ahogy eddig is, idén is nagyértékű nyereményekkel gazdagodhatnak majd. 9 anyagi káros baleset történt az elmúlt hétvégén Tolna megye útjain. A legtöbb amiatt következett be, mert a sofőrök nem az időjárási és látási viszonyoknak megfelelően választották meg járművük sebességét. Az esős, hókásás talajon többen elveszítették uralmukat gépjárművük felett, azért törték össze autójukat. Volt, aki egy korábban az útra kidőlt fának hajtott neki, egy dombóvári férfi viszont az elsőbségadást mulasztotta el, ebből történt baleset. Vadelütésről és parkolói koccanásokról is beszámolt a rendőrség. Az egyenruhások arra kérik a lakosokat, hogy az időjárási, út- és látási viszonyoknak megfelelően válasszák meg a sebességet, és körültekintően türelmesen vezessenek, hogy mindenki hazaérjen.
Meggyulladt a harmadik, az öröm gyertyája az adventi koszorúkon, jelezve közeledik karácsony. A várakozás 4 hetében számos olyan kulturális program zajlik Tolna megyeszerte, amely segíti a lelki feltöltődést, a karácsonyvárást. Laci bácsi, álljon már meg maga is, gyerekek! Jaj, majdnem elfelejtettem! A fagyos idő ellenére is sok család ment ki advent harmadik vasárnapján a Szekszárdi Szent István térre, hogy részt vegyenek a gyertya közös meggyújtásában, és együtt szórakozzanak. Most jöttünk a gólyalábas előtt, tehát kimondottan arra jöttünk. A harmadik az öröm rózsaszínű gyertyáját Gyurkovics János Szekszárd alpolgármestere gyújtotta meg. Rövid köszöntőjében arról beszélt, hogy öröm látni, hogy az zord időjárás ellenére is minden vasárnap emberekkel telik meg az adventi rendezvényhelyszín a Tolnai megyeszékhelyen. Lehetőségekhez mérten látogassunk el ide a térre, gyakorlatilag itt a kézművesek is árulják a portékájukat, itt a hideggel dacolva, minden nap ki vannak nyitva, szebbé tudják, vagy szebbé próbálják tenni ezt az időszakot is, és mindenkinek lehetőséget biztosítanak az ajándék megvásárlására. Bátaszéken is sokan ellátogattak az adventi forgatagra a zuhogó eső ellenére. A már hagyományosnak számító rendezvényt idén a művelődési házban tartották, ahol helyi fellépők szórakoztatták az odalátogatókat. Reméljük, hogy egy kicsit ráhangol minket a karácsonyra ez a program, mert már nagyon hiányzott a Covid és az elmúlt évek zűrjei után, úgyhogy reméljük, hogy ez egy picit segít a karácsonyi hangulattal. Volt olyan is, aki a bevételt jótékonysági célra ajánlotta fel. Minden évben jövünk az iparosokkal, hozzuk a forralt bor, teját, és amit kapunk pénzt, azt felajánljuk a nagy családosoknak, jobban van családsegítőbe, úgyhogy minden év alig várjuk ezt a rendezvényt. A Gárdonyi Zordnál református kórus minden esztendőben adventkor szervezi meg a Magyar Kórusok Napjához kötődően találkozóját azzal a kettős céllal, hogy egyrészt fenntartsák a kórus éneklés hagyományát, másrészt ezzel a programmal is emeljék az adventi várakozás ünnepélyességét. Advent időszaka van. Várakozás az Úr eljövetelére, amely az elmélkedés, a lelki feltöltődés, az adakozás és a megnyugvás időszaka is egyben. Ezekben a hetekben a karácsonyra történő lelki felkészülés mellett egy kulturális intézményben számos évvégi vagy jótékonysági koncert zajlik, és munkatársaimmal együtt mi is igyekszünk tartalmas programokkal szebbé tenni a készülődés időszakát. A programra ezúttal 4 kórus kapott meghívást, akiknek műsorában az adventi időszakhoz kapcsolódó művek is szép számmal csendültek fel. Fennállásának 55. évfordulóját ünnepelte a Szekszárdi Első Béla Gimnázium. Az intézmény története jól példázza a magyar közoktatás változását, hiszen alapításakor műszaki szakközépiskola, majd technikum lett, csak később alakult át a mai gimnáziummá. Az eseményen egykori és mai diákok közösen ünnepelték az évfordulót. Az érkező vendégek közül számosnak még Rózsa Ferenc szakközépiskola van az érettségi bizonyítványában, mert hogy így hívták egykor az 5,5 évtizeddel ezelőtt a város iparosodását jelző, és ezzel együtt a szakember utánpótlást képző oktatási intézményt. Az első osztály tanulója volt Horváth Endréné is. És amikor elkészült az épület, akkor 67-ben mentünk föl a Kadarka utcába, és hát új volt minden. A szürke betontömtől kezdve ki kellett alakítani az iskolának a profilját, a hagyományokat teremteni, úgyhogy rendkívül színes élet volt akkor ott az iskolában. Az akkori tanárok és a vezetők biztos, hogy a legszebb és legboldogabb jövőt álmodták meg, az akkor épp nagyon erősen iparosodó és növekvő város Szekszárd új iskolájának. Emlékezett meg a kezdetekről Hajós Éva, az intézmény jelenlegi igazgatója, aki azt is kiemelte, az iskola követte azokat a változásokat az 5 évtized alatt, melyek aktuálisak voltak annak érdekében, hogy mindig az igényeknek leginkább megfelelő oktatási formában működjön. A középiskolánk az 1967-es alapítása óta hány profilt váltott, és mikor, hogyan sikerült ezt a profilt aztán rangos középiskolává emelni. És
pontosan, tökéletesen példázza a mi intézményünk sorsa a köznevelésben zajló folyamatos átalakulásokat. Hajós Éva szerint ezzel a rugalmassággal sikerült a mai napig meghatározó oktatási intézményként megmaradnia a térségben. Az est folyamán bizonyítandó az iskolában zajló sokszínű tevékenységet, bemutatkoztak a diákszínjátszók és zenészek, de a természettudományos kutató munkáról is bemutatót láthatott a közönség. Regionális híreinkkel folytatjuk a híradót. Nyugvó ponton a Covid-járvány, a vírus azonban közöttünk van a szakember szerint. Karácsonyváró örömtánc, mintegy 100 idős ember gyűlt össze a pécsi főtéren. Alkotó fiatalok korongoztak és gyertyát is öntöttek a gyerekek a táborban. A Covid-járvány erősödését, új és veszélyes variánsok megjelenését is lehetségesnek tartották a szakemberek a téli hónapokban. Azonban egyelőre ezeknek nincsenek jelei hazánkban. A vírus nem tűnt el, a védekezés menetéről pedig a következő hetek megbetegedései döntenek majd. Erről beszélgettünk Jakab Ferenc professzorral, a Virológiai Nemzeti Laboratórium vezetőjével Pécsett. A koronavírus terjedése az őszi-téli időszakban erőteljesebb lesz, több esetszámmal, több kórházi ápolással. Erre számítottak korábban a szakemberek. A jelenlegi helyzetről azonban nem ezt mondja a pécsi professzor. Azt gondolom, hogy a Covid-helyzet talán nyugvó pontra került. Nem gondolom és nem mondanám azt, hogy a járvány lecsengett, hiszen még folyamatosan találunk újabb és újabb megbetegedéseket és fertőzött személyeket, de hála Isten a tünetek és a tünet együttesek azok sokkal gyengébbek, mint a kezdeti fázisban voltak. Több feltételezés, várakozás hangzott el az orvosoktól, kutatóktól, hogy milyen variánsai lehetnek a Covid-vírusnak. Ezek között voltak aggasztó forgatókönyvek is, de ezek nem jellemzők a mostani helyzetre, tudtuk meg a professzortól. Jelen pillanatban azt gondolom, hogy most cirkuláló variánsok nem jelentenek különösebb problémát, hála Isten az egészségügy szempontjából. Azonban egyáltalán nincs kizárva az, hogy az átoltatlan afrikai, ázsiai területekről egy újabb olyan variáns érkezik, ami a tüdőt súlyosabban vagy újra súlyosabban tudja fertőzni. Abban az esetben, hogyha ez megtörténik, és a terjedési képességét a mostani omikron variánshoz hasonlóan megtartja, akkor azt gondolom, hogy egy újabb problémával állunk szemben, de jelen pillanatban ez még szerencsére nem történt meg. Az oltásokról Jakab doktor azt mondta korábban, hogy óvaint mindenkit attól, hogy 3-4 havonta vakcinát adasson be magának. Szerinte ennek semmi értelme. Mint nyilatkozta, az első két vakcina megléte nagyon fontos volt a tűzoltáskor. A harmadik vakcina megléte rettenetesen fontos azért, hogy a járvány ne lángoljon fel újra. Szerinte elérünk majd oda, hogy évente egyszer kell majd a szezon előtt az influenzához hasonlóan egy ismétlő oltást adni, hogy az immunrendszerünket felkészítsük a védekezésre. A kaposvári Bárci Gusztáv Módszertani Központ 20 diákja kapott szemüveget a helyi Center Lions Clubtól. A hasznos ajándékokat a moziban adták át a jótékonysági szervezet tagjai, így a fiatalok egy filmvetítésen rögtön ki is próbálhatták azokat. Nagy örömmel vették át tegnap a Bárci Gusztáv Módszertani Központ tanulói azokat a szemüvegeket, amiket a kaposvári Center Lions Club tagjai vittek el nekik. A gyógypedagógiai intézmény diákjai 20 szemüveget kaptak több mint 500 000 forint értékben. A kaposvári Center Lions Club megkeresett bennünket a Bárci iskolában, hogy segítenének azoknak a gyerekeknek, akiknek a látási problémái vannak, és a szegények, szegény sorsúak, és ezért nem tudják megoldani a szemüveglencséket és a kereteket, nem tudják megvásárolni. És mi körülnéztünk az iskolában, és találtunk több olyan gyereket, diákot, akiknek nagyon nagy szükségük volt erre. A jótékonysági szervezet kezdeményezését cégek és magánszemélyek is támogatták. Igyekszünk kiválasztani azt, ahol a legnagyobb szükség van ránk, mert nyilván mindenkinek nem tudunk segíteni. Évek kezdett az anyaotthonban indult egyébként ez az egész kezdeményezés, az ott élő gyerekeknek adtunk szemüveget, mert ugye nyilván ott is a szülőknek ez szinte lehetetlen finanszírozás volt. És hát az évek során szerintem több száz szemüveget átadtunk, már közel 1000 darabhoz azt gondolom, és most a bácis gyerekek voltak azok, akik élhettek ezzel a lehetőséggel. A tegnapi átadó helyszíne a kaposvári mozi volt, ahol a mindennapok során jól használható szemüvegeket egyből ki is próbálhatták a fiatalok.
Nagyon örülünk neki, hogy lehetőséget kaptunk, hogy legyen szemüvegünk, és ne roncsuk el a szemünket. A Kaposvári Center Lions Club karácsony előtt a Vakok és Gyengéllátók Somogy megyei egyesületét 60 élelmiszercsomaggal támogatja majd. A Széles út motoros egyesülettel közösen pedig hamarosan szeretnék átadni a Borostyán Virág anyaotthon felújított járdáját. Karácsonyváró örömtáncra gyűltek össze az idősebb korosztály tagjai a Pécsi főtéren. Itt már negyedik éve adnak műsort az adventi időszakban. Céljuk, hogy megmutassák a nyugdíjas korosztálynak, hogy az elmagányosodás helyett az együttlétet is lehet választani. A fizikai aktivitás mellett a mentális egészségüknek szintén jót tesz a közös tánc. Hazánkban már 6-7 ezer idős ember tagja ennek a mozgalomnak az ország különböző részein. Az eső sem zavarta a táncosokat a pécsi Széchenyi téren. Így gyűltek össze a baranyai örömtáncosok, de érkeztek Tolna megyéből is. Már hagyomány, hogy az adventi időszakban közös tánccal várják az ünnepeket. Egy 4 évvel ezelőtt elkezdődött hagyomány. Minden évben karácsonykor egy karácsony köszöntő örömtáncot tartunk, egy közös táncot az örömtáncosokkal. Hát ebbe a csúnya, ilyen esőben még nem táncoltunk, de ezt is megoldottuk, úgyhogy nem probléma. És én nagyon köszönöm, hogy mindenki eljött, nagyon sokan, még Baranya megyén is túl. Hát most körülbelül 100-an lehetünk, de 200-an biztos lettünk volna, hogyha olyan az idő. Nagy Mária azt mondja, ilyenkor szeretnék megmutatni, hogy összetartoznak, egy igazi nagy családot alkotnak. Különösen fontos ezt megmutatni a karácsonyi ünnepek előtt. Nagyon sok a magányos idős ember, és hogyha ezzel is, egy ilyen közös tánccal, csak legalább egy fél óra örömet szerzünk, akkor hetekre előre már töltődünk ettől, és ez most nagyon fontos volt karácsony előtt. Én akkor elindítottam, és remélem jövőre, utána évben is, és sokszor találkozunk. Az örömtánc oktató azt mondja, ez a műfaj egyre népszerűbb az idősek között. A fizikai aktivitás mellett mentálisan is sokat jelentenek ezek a táncos események az időseknek. A mozgás és a kapcsolatok építése segít egészségesen tartani ezt a korosztályt. Jelenleg mintegy 6-7 ezer örömtáncosról tud hazánkban Nagy Mária, akik rendszeresen részt vesznek az ilyen eseményeken. Korongoztak és gyöngyöt is fűztek, sőt gyertyát is merítettek a Kaposszerdahelyi alkotótáborban. A helyi egyesület 15. alkalommal szervezte meg a kézműves napot. Csak egy picit belemártak. Készülnek a gyertyák a karácsonyi ünnepekre. A gyerekek örömmel vettek részt az alkotótáborban. Festettem, hűtőmágnest csináltam, meg egy olyan díszt, ami olyan, hogy fa. A fiatalok körforgásszerűen minden technikát kipróbálhattak. Agyagot készítettem, rajzoltam, meg most ugye csinálom az angyalt, amiben segít a néni, meg ugye csináltunk ott olyan gyertyát is. A zselici művészek minden évben örömmel csatlakoznak Rónai Attila kezdeményezéséhez. Az ötvös mester azt szeretné, ha a fiatalok pótolhatatlan tudást kapnának. Minél többféle dolgot megtanul a fiatal, az agy működése annak megfelelően szerteágazóbb, és minden problémát könnyebben meg tud oldani. Ez valóban így is van, csak a magam példáját nézem, hát jó egy pár szakmát megtanultam, tehát én is könnyen boldogulok minden területen. Őnekik pedig egy kis látásmód, szélesítés ez az egész. A gyerekeknek már 15. alkalommal rendezték meg ezt az egész napos kézműves programot. A célja az, hogy megismertessük a gyerekeket azokkal az alkotásokkal, amit az előző generáció elért itt a faluban, meg a zselicben. És így együtt mutassák meg, együtt dolgozzanak, mert így születnek nagy dolgok. Tehát ezért fontos nekünk, hogy tovább vigyék ezt a szemléletet. Az elkészült munkákat a gyerekek természetesen haza is vihették, hogy aztán majd a karácsonyfa alá tegyék őket.
Végül nézzük főbb Tolna megyei híreinket még egyszer röviden. Egyházi fejlesztések, 15 millió forint állami támogatásból újult meg a dombóvári evangélikus templom. Pályaorientációs kalandőrület, idén is megrendezik a nagy sikerű diákversenyt. Ünnepi készülődés, számos program zajlott a megyében ezüst vasárnap. Születésnap, 55 éves az első Béla gimnázium. Kedre már szerte az országban napsütés látszik kialakulni, fagypont körüli maximum hőmérséklettel. Néhol párásságból kialakuló fátyol felhőzet szűrheti a napsugarakat. Mérsékelt vagy gyenge légmozgás lesz jellemző. A hajnali erősebb fagy napközben fagypont köré enyhül. Éjjel eleinte gyengén felhős, majd fokozatosan felhősödő, fagyos idő várható. Csapadéktól nem kell tartani. Friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!